Na, csácsúbi csőtésztő csokoládé és traktorkerék szavaztok papikáim, Keeper jelentkezik a következő videóval. Milyen Keeper? Hát, Húgyos József, alias Kolompár József. Egyébként kettő srác is itt felismert, engem Kis Zsolt és Ferenc Szavolcs. Köszönöm szépen itt az ismerkedést, de most éppen a bankát vállalok, mert úgy gondoltam, hogy kéne dolgozni egyet. Úgyhogy ne haragudjatok, de csapatom neki ezerrel. Na, úgy gondoltam, hogy akkor neki kéne állni munkának, és arra gondoltam, hogy gyártósori munkát kellene venni föl, azért, arra gondoltam azért, mert a csaje. Ó, te csaje. Jaj, te, hát most ne szórakozzál, hát már milyen jó csöcsöd van, várjál, hely. Szia! Ujjjjj, sajszíj, gyorsan! Várjál, srácok, most a csajra rá kell menni! Ujj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 
Kezdi csókolom. Ott elment a csaj. Elment a csaj, gyerekek, vegyetek arra az utamból el, hát már nem hiszem el. A csajszi elment. Hát de jó, verdad van, moré. Jaj, de szerelmes lettem. Szép a csöcsöd. Írtam neki. Jaj, de szerelmes lettem. Szép a csöcsöd. Menjetek innen, gyerekek! Ne! Meg a csávó! Figyeljetek, emberek! Most én nem akarok senkit megbántani, de ne kiperezzetek akkor, amikor... Jaj, be van zárva az autó. Nem, nem megyek sehova. Ne, mert nem fognak minket balolni! Nem megyek sehova, gyerekek, gyártósori munkát vállalok, meg akadok is, mint a disznó. Ne, gyorsan elhúzok, ne haragudjatok, nem megyek pecázni. Pedig a csajt azt be kellett volna fűzni, mondtam neki, jó, hogy csöcsöt lehet, hogy betett neki is a duba. Ez a városi szleng. Falus és útjó szleng. Marian már more írt a Csepeli Márton. De gyerekek, ne haragudjatok, de izé van. De figyeljetek, most ezt elmondom nektek, csak azért, mert ilyen jó indulatú vagyok, és nekem is elmondom. Ott van a csajszi, hey, jaj! Na, azt akartam, hogy jó indulatú vagyok. Ne írjatok izé chatbe, ilyen, nem tudom, hogy nem egy globál chatbe, mert nagyon izé kihúzzuk a gyufát, érted? Tényleg ám. Valahol itt van a gyártás. Hol van a gyártás? Fövettem én ezt a munkát, hé? Ah, kell lennie, ugye? Várja. Lőtér, szerelő... Én azt úgy tudom, hogy valahol itt van fönn. Autókereskedő? Nore, hol vagy? Hol van a munka? Ez mi? Elektronikai gyár. Olyan messze van! Te, Sanyi, az anyád, úristen. Ez az egy van, csak itt a környéken. Elektronikai gyár. Jééé, de jó messze elkövetni. Nincs a GPS-em már, more. Jó, akkor ki kell menni városba valahol, mondjuk itt a baloldali úton, így le. Pont itt el kell menni balra, na. No. Gyerekek, el kell menni a halálfaszára. Na menjünk. Az a lényeg, gyerekek, azért megyek a gyárba dolgozni, mert arra gondoltam, hogy akkor oda tudok lapni. Mert hát cigány gyerekek vagyunk, hát valamit el kell lapni. A gyárból meg talán valamilyen alkatrészeket, amiket utána el tudok adni, hogy valamit kéne. Valamit kéne szerezni. Pazza, öt van, jó van. Ja, jó messze van a gyárba azért. Körül kellene nézni ott valami izé. De elmentem volna tárhalni is egy kicsit. Ja. Oké, köszönöm szépen egyébként. Nagyon kedvesek vettek, hogy Húgyos József alias. Kalampár Józsefet megismertétek. Nagyon kedves, de... Ja, ne írjátok izébe, ne írjátok ilyen globál chatbe, hogy izébe, ilyen... Azért nem jó felemész, de most itt nem, de se tudok menni, moré. De ott van egy lépcső, ott le tudok slengelni. Frankon, figyelj. Ja, mert akkor meg ugye banolnak minket. Van ez a B betűt nyomjátok, hogyha esetleg megismertek, akkor abban írjátok, mert itt belekevertek itt a izébe a különböző illegál dolgokba, aztán akkor egy csúnya átbírok meg kirúgják át egy Pécsába. Indexet kidobom, gyerekek, ma miért ne?
És kacsintalada. Jó. Csapjuk neki. Kapjuk neki, azt akkor megyünk a izébe, az elektronikai gyárba, hát ez van gyerekek, ezt kell szeretni. Az a baj, hogy nagyon messzi van. Aztán jó lett volna, hogyha nem olyan helyen vagyok, ahol tudok tárhálni, és oda nézni, nem már ott egy rendőr. Ne szórakozzál. Ujj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 
Nehogy már megállíts... Megállított a renderbe, mi a fasz van? Mi van, öcsém? Mi van? Mutogatsz? Kiszállok a verdából, aztán leütlek, moré. Üdvözlöm, uram! Ne ott, hát hol az anyádba menjek? Ha úgy menjek át, moré, az anyád, úristenét! Jöjjön át! Mi most? Ne ott jöjjön át, vagy ott jöjjön át! Miről beszélsz, moré? Csasznak, csat... Csett neki, beszélj neki! Vegy ide az agyárba! Vagy mi történt itt? Most meg nem akarja bevenni ezt a rendszer. Á, meg azt írják! Üsd el a rendőrt! Igazoltatásban, barátaim. Hát húzzunk a picsába el innen. Igazoltatnak. Gyerék! Né, menjen el innen. Igazoltatásban, hagyjál! De gyerekek, igazoltatásban hallod? Megyünk másfelé. Figyelj, ilyet még nem láttam, na. Jó van, hát elkerüljük az igazoltatást, mert nem szeretném itten a... Nem szeretjük a rendőröket. Hogy tudjátok mit? Vállaljuk be, basszod! Vállaljuk be. Figyeljetek, vállaljuk be! Legyünk tökös gyerekek, nem? Az anyátok, úristen, hogy kidomáljuk magunkat, hát nem legyen a nevem. Szaros, húgyos Jóska. Nem domálom ki magam. Figyeljetek, bevágok nekik egyet az orrál, aztán majd megyek. Figyelj, ne szórakozzál ki, velem! Velem! Velem szórakoznak ezek a városi sútyó rendőrök, az anyátok, úristen, itt! Én sorra bevágok ide aztán az anyádról. De mit mutogat a csába? Mit mutogat? El akarok menni dolgozni, kurva! Itt valaki. Na figyelj, de! Már 25, nagyon sok pénzbe kerül ez a retek répa. Figyelj, mehetek? Figyelj, ellenőrzik a verdát, hülye vagy? Jó napot, uram! Jó napot, biztos úr! Álljon félre, kérem! Hogy rohadjál meg az agyádba? Jó napot, biztos úr! A kresztáblákra figyelt a piszkos úr! Félre vagyok állva, boré, az agyád! Hát nyújjon meg a nyakad! Ja, ne fogsz a csávó, öcsém. Hát mit akarsz? Hallgató, mit hallgatsz? Body gustit, ahogy így nézlek. Szavasz, haver, szavasz. Mikor le, ha bóda? Jó, van, oké. Okay. Kisolt téged most, izé. Iratait legyen szíves átadni. Hogy az anyádba, te hallod? Hogyan köll azt? Azt se tudom, hogyan. Kapsz egy szennyót, bocskos. Iratait. Ahogy autót nyissa ki, kollega átnéz. Nyitva van, bazze. Adásvétel, ezt így ráhúzom, vagy mit csinálok? Mit van az autó? Szerintem nem jót adtam neki. Jogosult vagy nincsen, tesókám? Neve? Én nekem a nevem, hát ne szórakozzál, bozd meg, hát...
Mindjárt megmondom, hogyha jó lesz ő. Az én nevem, mindjárt megnézem az infóban. Hol vagyok? Jeffrey Gray. Jó, mindjárt várjál. Szerintem... Elrakta a személyigazolványt. Ne rakjál semmit se, hallod? Hon vannak az irataim, hülye gyerek? Ez nem jobb. Na várjál, ki kell nyitni? Várjál, hogyan nyissam ki, baszod az eget. Mindjárt nyitom, na. De van, nyisogva, nézegessé. Fogalmam sincs, hogy kell, baszod. Nincs benne semmi! Hagyjatok békébe! Adásvételi. Újjan vettem a ladát. Újjan vettem a zsigulit. Nincs jogsig, baszd. Értem. Keresnek valakit? Én munkába megyek a gyárba, és nagyon el fogok késni. A családom. Családomnak nem tudok adni önni. Mi van? Tegye fel a kezét! Hands up, rohadt anyád! Hülye vagy? Ne szórakozzál, more! Hajj, adj egy otthon és tesókám! Most mi a vizsgádát? Nincs nálam bök... Azt kérdezi, van-e nálad vágóeszköz? Nincs nálam bök... Öj, nem ahogy ma! Várjam még, hát ezzel beszéltem azért. Istenem, hát már mi történik velem itt, te da? Mert a szegény cigány gyerek egyszer akar elvenni dolgozni, azt akkor is ez történik, hogy rohadjatok meg. Milyen csekket akarsz nekem? Nekem ne írjál csekket, hát nincsen annyi pénzem, hogy beze elvegyek haza busszal. Elveszitek még a ladát is, mi? Hoppá! Ez az, baby, ez az. Let's do it. Nem is tudtam, hogy ennyire vendégszeretőek itt a navos kollégák. Jój! Jaj, de nagyon bírom. Köszönöm, uram. Tiszta vagyok, mint a ma született bárány tesókám. Ezek meg ikrek lesznek. Szavaztok. Remek, tiszta vagyok. Kaptok egy pofot, így-e? Tír, mind a ketten. Jaj, tehát az ott mentek a izon, vissza a Skyline-os, azt kell elkapni, hülye gyerek. Letehetem ki kezem, tesókám. Minden írat meg volt. Egy sem volt meg, hagyjál, hülye vagy. De várja, személyemet az esetleg visszaadod, vagy mi a fasz? Na, ez meg afk lett. De jó, örülök neked, barátom. Na, mi a helyzet van, csáó, káj?
Mi az úr neve? Már megmondtam egyszer azt az betyár úristenit. Jeffrey Gray. Na, hát tudják ezek, húda nézzé, hallod. Ezek nagyon benne vannak a tutiba. Kírtam, hogy Jeffrey Gray nagyon izgul, hogy elkésik a munkából. Jaj. Ezek úgy néznek ki, mint a nem is tudom, hallod? Ez valami focista gyerekek ezek. Ikrek volt. Maguk ikrek? Biztos urák, megkérdezem. Hátba váglak, tesó. Jármutípus. Ninja és Lada. Lada 1200. Hogy tudom én, bazd, milyen jármutípusom van. Mindjárt megmondom. Elfáram. Komolyan mondom, hát vakok vagytok ti hülyék? Lada 2102. Ó, oh, tudja csávó, ez itt az ész, az meg a izé, az meg a, aki jegyzete, mi? Megbüntetett csekket az iratok között találod. Köszönöm, uraim! Aranyeső, hújon a családukra! Húzzunk a picsába gyorsan, ne integessék! Ha mennyi, meg sem merem nézni a csekket, gyerekek, de rugadva indulunk el! Ez az baby bogyó! Ne bazd meg, mi volt ez? Nincs megadatok! Mennyi az anyád? Ez van gyerekek, villancsuk mindenkinek, aki jön, mert izé van. Yardok vannak kin, hogy rohadjatok meg. Mennyi? Megnézzük a csekket, jó? Nem merem, bazza. Mennyi az a csekk? Mennyi az a csekk? Dásvétai szerződés csekk. Meddig kell ezt kicsengetnem, hogy rohadjál meg. Ne dudáljál! Ideges vagyok. Hát ez nem volt... Komolyan mondom, ideg lettem. Tiszta ideg lettem. Na jó, van, menjünk dolgozni. Tiszta ideg lettem, hogy rohagy meg. Menjünk a földes úton. Arra nincsenek rendőrök. Tehát faszált, hülye rendőr. 1800, aztán még humoros is voltam. Hogy a szemed álljon meg, hogy a varjú mondja neki, hogy csacsabogyó. Ej, gyerekek, hogy a hatos húsdoráról kapja be a pöcsödet. Jó, mindjárt ott vagyunk, az dolgozhatunk, most kilopom a szemét az egész gyárnak, hogy mindjárt a kuricsterét. Hát nem érdemes itt elmenni dolgozni sem már. Lopni, csalni, hazudni, az kell. Jó, most már megyek dolgozni, mert most már miért ne? 1800-ra megvágtak, gyerekek. Ez van 436-an, még jó, hogy nem mínuszba letettek, azt megmuddolek, éhen döglök. Nem baj, megyünk a ladával. 137-tel a ladával, gyerekek, a szerpentinen fölfele, azt se tudom, jófele megyek, de biztos jó. Oj! Csapassad. Jó, szerintem jófele megyünk. Igazából szerintem nem tértem volna, nem out lennék. Volt annyi eszem, hogy itt a keresztbe osztalában vagyok. De még egy ilyen közúti ellenőrzés lesz. Gyerekek, nagyon tökös volt a izé, úgyis Józsi. 1800-ra megbaszták. Elmentem volna, másfele jobban járok. Viszont a ladával lehet menni, mint az őrület, az a jó. Megnézzük mennyi, hogy áll itt a kérdés. Hoppa! Sajtófej. Hon vagy, Keeper? Nem már. Itt levegyünk. Menjünk a balra, utána meg jobbra. És utána balra. Te fiúk!
Nem volt egy nagy, nem volt egy nagy üzlet ez az egész. Na itt valahol lesz jobbra egy fahit, vagy mit tudom én. Ja, de nem ugyanazon a szinten vagyunk, hogy... Baszanyád, úristen, ezt, na ezt annyira utálom. Nem tudok lecsászkálni valahogy, várjál. Arra a földes útra le kéne menni a zsigával. A zsiguli az... Terepjáró képességei azok nagyon jók, úgyhogy itt simán. Oda nézzé. Oda. Ezért nem kell Skylight venni. 8 Venomba, mert nem jó. Küld neki. És akkor itt egy balkanyart megyünk, gyerekek. Itt mindjárt jön a izé, Yeti. Kipelezem. Ellopom. Lehet vadászni is hozzá. Ez már a földes út a javából. Mi itt voltak itt 10 éve? Fat. Féltem a zsigát egy kicsit, azért lassan csatpatjuk. Na és akkor itt... Ó, de nézzetek, majdnem lesz a bajzott, amikor izé volt. Ugrattunk egyet. Nem vagyok boldog. Nem vagyok boldog. Mindjárt fődobok egy lottót, az hát, ha megnyerem a... Megütöm a lottón a főnyereményt. Ha más nem, akkor megütöm a lottózóba a lottós kisasszonyt. Jaj. Na, együttünk. Elektronikai gyár. Ez anyád, úristen, itt azt. Hon vagyok? Hon vagyok? Ez az elektronika gyár? Na! Halljunk meg, figyelj, de... Itt vannak a izéve, az Audiba, meg a izé Peugeotba, hogy rohadjatok. Jó, ide beállunk a zsigával. Szépen. Jó, motort leállítani, mert fogy a benyő. Na elvileg van olyan, hogy személyzeti iroda. Szavasz tesó, hey, lop, adjál valami pénzt. Na várja, hol van? Ki van táblázva, vagy valami csoda? Információ... Be kéne nézni valóban, mi? Gyar! Ja, itt a gyártósor van. Figyelj, ez a kidobog a gyerek. Szóval nyomja a izé, barkácsol. Há, hogyan nézzük ki te? Nem találtál az izébe? Kolesnyikov, hey, haver! Ez nagy üzlet lehet, itt minden figyeljé. Torhálás indul! Szívú tesókkel. Szóval tesók! Sukár az inged! Nincs egy kis lóvét! Nincs egy kis lóvét a szegény tesódak! Azt meg afka, vigyá levágok egy pafot, de! Nem. Az anyád úristen itt. Hogy rohagy meg? Na jó, van mindegy. Már az emberek sem régiek, ezek mind izék. Bukó emberek. Na, személyzeti iroda vagy mi a rák kellene? Ajd van-e? Viszakvezető. MTC, én még ettől is megpróbálok ugye tárhálni. De figyeljé, munkát akarok venni föl. Hey, hogyan? Ja, ott van-e? 15 darab számológép kell! Ki vagyok a mókulmurával, hogy hogy kell ezt csinálni, mert mondtátok, hogy azért annyira hülye ne legyél, mert azt se tudod, mit csinálsz. Előtt a bömcsivel megváglak, öcsém. Jaj! Jaj, te! Majd amikor nekem is ilyen lesz. Na, inventory barkácsolás fülét kell alkalmazni, és akkor számológép, és ahhoz kellenek dolgok. Orgászat, elektronika. Számológéphez ezek a dolgok kellenek. Most nincs semmi. És kilopom a szemüket, hogy rohadjatok meg. És valami raktárból kéne fölvenni, de hol a raktár? Ez lesz a raktár. Föl kell venni az alkatrészeket, ami kell hozzá. És 15 számológép kell, és nem tudom mennyi pénzt ad érte. Na, mondjuk meg kéne csinálni, mert akkor legalább lenne pénzük, mert most ellopok mindent, akkor nem lesz. Ha, és akkor olyan kellene nekem, hogy... Figyelj, föl kell venni minden szart ezt. Na várja. Nyák és tranzisztor. Megnézzük, hogy ebből kell-e valami. Jaj, de jó, hogy az itt marad. Nagyon jó. Nyák és tranzisztor. Tranzisztor is kell? Mikroprocesszor, tranzisztor. Hát akkor 15 kell mindenből, ugye? Te.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Hát gyerekek, hát akkor már figyelj, 2. De figyelj, inventory helyem nekem ez elég lesz, hogy rohagyj meg. Nem fog elég lenni, passzol az eget. Nem lesz ez így jó. Nem bírtek egyet egyszerre, mi? Ó, Sanyi, várjál, de ennyi az inventory helyem? Akkor jó van, akkor megeszem ezt a hambit, figyelj, ez még állapotban jó. Edd meg. Edd meg az anyád, úristen, edd meg azt a hamburgert. És miért nem eszi meg? Ja, az a gond, hogy nincs elég inventory helyünk. Szóval akkor nem bírtunk annyit, úgyhogy mindent beviszünk. Remélem, hogy jó pénz lesz ez, gyerekek. Na figyeljetek, tudjátok mit? Ez nem két percig tart, úgy gondolom, hogy akkor megszakítom a videót, és akkor töltöm fel majd a következőt. És akkor ez külön fog jelenni, gyerekek, jó? Addig megeszem ezt a szendvicset, aztán akkor jó lesz nekünk minden. Szuper jó, szuper jó. Kereső is van? Jó, ide össze-vissza, hogy a Swinder Keeper, ezt megőrülünk tőled. Na, szevasztok gyerekek, tesókáim, csapoljatok bele. Aranyeső hújjon a családotokra. Szevasztok. Szevasztok, Paul.